Mérlegeli a kolbászokat a fiatal szakember a Gyulahús Kft. Békesugárúti telephelyén. Zubor István Márk a Harrukkern iskolában végzett, a Gyulahúsnál töltötte szakmai gyakorlatát, de nem tudott elhelyezkedni. Neki is segít az a program, mely révén most 3 hónapot tölthet a cégnél. Nagyon örülök ennek a programnak, hogy ezt sikerült úgy megvalósítani, hogy pont a Gyulai Hús Kombinátban tudok dolgozni. Szeretem ezt a helyet. Régi csapat, ugye itt voltam tanulóként is, régi ismerős arcok, és hát remélem, hogy a jövőben is ez a 3 hónap leteltével is továbbra is tudok dolgozni a termelésben. Az ifjúsági garancia rendszerrel kapcsolatban a Gyulahús Kft. Tárgyalójában tartottak sajtótájékoztatót. A csütörtök délutáni eseményen Gajda Róbert kormány megbízott mondta el, hogy ebbe a munkaerőpiaci programba csak a megyében 1720-25 év alatti fiatalt szeretnének bevonni. Eddig valamivel több mint 220 ember képzését vagy foglalkoztatását tették lehetővé. A 25 év alatti álláskeresőket valamilyen formában segítenünk kell, ezért lett kitalálva az ifjúsági garancia program, amit a Békés megyei fiataloknak is esélyt tud biztosítani arra, hogy megfelelő munkatapasztalatokat tudjanak összegyűjteni, hogy képzésen tudjanak részt venni, a vállalkozóvá válásukat tudjuk segíteni, és a lakhatási támogatást is biztosíthat számukra ez a program. Hangsúlyos a fiatalok foglalkoztatása az esemény házigazdájánál. Daka Zsolt, a Gyulahús Kft. Ügyvezető igazgatója elmondta, a szakképzésben való részvétel mellett e program keretében most 2 fiatalt foglalkoztatnak. Fontos a fiatalok foglalkoztatása, ugyanis azt a szakmai kultúrát, amelyet az elődöktől örököltünk, és most jelenleg ránk van bízva ennek a megőrzése és fejlesztése, kik más, hanem a fiatalok tudják a jövőben továbbvinni és továbbfejleszteni. Az elmúlt hónapokban javuló tendenciát mutatott Békés megye foglalkoztatási helyzete. Ez a trend márciustól májusig tovább erősödött. Olyannyira, hogy Gyulán már 6,9%-os az álláskeresők aránya. Derült ki Gulyás Imre járási hivatalvezető szavaiból. Az álláskeresők száma a korábbi hónapokhoz képest továbbra is csökkenőben van. Ez azt jelenti, hogy Békés megyében 15.496 fő volt az álláskeresők száma, ez 10,4%-os aránya az gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva. Ugyanez az adat a gyulai járásban 6,9%, tehát a Békés megyei átlagot mintegy 3,5%-kal verjük, tehát Gyula a Békés megyében a legjobb mutatóval rendelkező, amely az országos átlaghoz viszonyítva is igen kiemelkedő adat. A szakemberek szerint a következő hónapokban arra lehet számítani, hogy többek között az ifjúsági garancia rendszernek köszönhetően térségünkben tovább csökken az álláskeresők aránya.